Sziasztok! Ha nagy tragédia történik az emberrel, akkor mindig az a nagy kérdés, hogy képes lesz ez az ember túlélni, folytatni az életet. Ezekben a napokban, lassan már hetekben az apósaik itt vannak Milánóból. Ide jött már Szukottkor sátrak ünnepére, és már maradt itt, mert együtt megyünk majd a fiam esküvőre holnap Londonban. Na, a haszon ennek, azon kívül, hogy tudok vele tölteni időt, az a Vasváriban, a zsinagóga sábeszkor minden egyes kidusnál mond egy érdekes gondolatot, és mindig egy nagyon eredeti érdekeset tud mondani. És erre most sábeszkor feltette a kérdést, most a mai Tóra olvasás, az főleg arról beszél, hogy a világ hogyan pusztult el az özönvízzel, és csak Noé élt túl. Miért olyan fontos nekünk tudni, hogy a világ elpusztult? És azt mondja, a válasz erre az, hogy tudjunk, hogy a második heti szakaszban szó van az elpusztulásról, és utána mi következik, a harmadik heti szakasz az pedig Ábrahám. Szóval tudni kell az embernek, hogy a legnagyobb pusztulás után is még mindig van esély, hogy utána jön egy Ábrahám, sőt, egy Ábrahám olyan nagy ember lesz, nagyobb, mint mindenki, aki előtte volt, és ő lesz az, aki az egyisten hitet fogja terjeszteni, és elindítja a világot a monoteizmus útjára. És ez mind azután, hogy a második heti szakaszban volt egy nagy pusztulás, hogy az egész világ, majdnem az egész világ elpusztult Noén kívül. Szóval ezért olyan fontos nekünk tanulni a pusztulást, hogy az ember mindig tudja, hogy akármilyen pusztulásról van szó, mindig lehet, mindig van az embernek lelki ereje, hogy ha merít onnan, akkor képes lesz túlélni, és még nagyobb, és még nagyobb, mint előtte. Az apósom különlegesen felhatalmazott erről beszélni, mert ő gyerekkorában, Bécsben született, kétszer is látta Hitlert ott a nagy felvonuláson, és ő mindig említi, hogy sajnos nem egyszer látta, hanem még kétszer is. Szóval mindenki merítsen erő, és menjen csak tovább, akármilyen helyzetbe került. Köszönöm szépen!